estét kívánok, hölgyeim és uraim! Vörös Géza vagyok. Mint azt gondolom, jól tudják, hiszen számítottak a ma esti vetítésre. A Magyar Művészeti Akadémia és az Uránia Nemzeti Filmszínház közös szervezésében folyó Fejezetek a Magyar Dokumentumfilm Történetéből című sorozat keretében ma este Kósa Ferenc 1976-ban készített Küldetés című dokumentumfilmét vetítjük. Sok szeretettel köszöntöm, mind a magam, mint gondolom, önök nevében Kósa Ferencet. Köszönjük, hogy eljött, és majd a kamera előtt folytatnánk ezt a kis beszélgetést, ami annyiból állna, hogy én néhány kérdéssel próbálom Feri emlékezetéből előcsiholni a 70-es évek közepének történéseit. Az első kérdésem az lenne, hogy egy kicsit idézzük fel a 70-es évek közepét, amikor te már számos kitűnő játékfilmet készítettél, és a nagy közönség elsősorban a 10.000 nap, az Ítélet, a Nincs idő, a Hószakadás rendezőjeként ismert. Miért döntöttél úgy, hogy a 70-es évek közepén, amikor egyébként a magyar dokumentumfilmben nagyon fontos sereglések voltak, új rendezők mutatkoztak be, megszületett a dokumentum játékfilm, és szám szerint is sok dokumentumfilm készült. Te is két olyan filmet terveztél mindjárt, amely, mint ez később kiderült, jelentős műként hatott a magyar társadalomba, nagyon drámai sorsú műalkotások lettek ezek. És mindjárt két filmet indítottál be, két olyan emberről, Balcó Andrásról és Dr. Béres Józsefről, akik a maguk területén nagyon jelentős életművet alkottak. Mi fordította feléjük a te figyelmedet? Ezt most mondod nem. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Kinek, minden embernek szerintem eljön az életében egy olyan pillanat, amikor minden egyebet fölé akar helyezni a valóságnak, a puszta valóságnak, és nem művészetben gondolkodik, hanem igazságban. Nekem ez a pillanat ekkor tájt következett el, akkor értettem meg, hogy egy olyan világban élünk, ahol könnyebb művészkedni, vagy művészetet próbálni csinálni, és elrejteni a mondandónkat, mint sem szembenézni azzal, hogy hol is élünk. És valahogyan akkor tehát született az én kisfiacskám, és úgy nézegettem őt, és arra gondoltam, hogy megpróbálok egy néhány olyan filmet csinálni, ahol nem forgatókönyveket írogatok, meg elképzelek mindenféle szép dolgokat és fontos dolgokat, hanem megpróbálunk kimondani, hogy hol élünk. Na hát, ezzel az őrült ötletemmel elmentem Pozsgai Imréhez, aki azt hiszem akkoriban miniszter volt, vagy miniszterhelyettes, már nem emlékszem, de rendes ember volt, és azt mondtam neki, hogy Imre, nekem betelt a pohár, én szeretnék igazat mondani filmen, egy az egyben, magáról az életről, az életünkről, és így tovább. És azt mondtam neki, hogy kérdezz meg, hogy melyik a legolcsóbb magyar film, és annak a felét adjátok ide nekem, és én annak a feléből hozok nektek három filmet. Még azt is felajánlottam, hogy fizetést se kérek.
csak hogy, hogy viszont cserébe szabadságot kapjak. Hát nagy üzlet, tehát képzeljétek el ma, hát, hát már ki se jönnék abból a minisztériumból. Na most, Imre azért megkérdezte, hogy igen, de hát miről szólna ez a három film? Hát akkor elmondtam, hogy ez három dokumentumfilm lenne, három portréfilm tulajdonképpen. Balczó Andrásról, aki hát minden idők legjobb öttusázója és öttusa edzője is volt, mert saját magát edzette. Dr. Véres Józsefről, aki akkoriban egy kisvárdai kutatóintézetben dolgozott, és a véres cseppeken kísérletezett, de mint kuruzsló ellen vádat emeltek, és úgy nézett ki, hogy napok választják el a börtöntől. De közben senki nem nézte meg azt, hogy mit is csinál, milyen irányba kutat, és hogy ki is ez az ember, mit gondol. Úgyhogy most már így nehéz visszaemlékezni, de akkoriban még ez az igazi Véres Józsi bácsi volt, aki küszködött egy nappal látéve, hogy kitaláljon valamit. És a harmadik pedig Latinovics Zoltán lett volna, aki akkoriban egy kutyát játszott az operettszínházban, és mivel közelgett az Adi évforduló, akartunk Zolival, Nagy Lászlóval, Latinovics Zolival, én szerettem volna egy Adi filmet készíteni. Na hát, elmondtam ezt a három témát. Pozsga Imre azt mondta, hogy hát azt érti, hogy Balczó Bélst nem ismeri, nem tudja, hogy mi az. De Latinovics Zoliról nem ajánlja, mert Zoli valóban zseniális ember, de a politikai nézeteit tekintve eléggé kiszámíthatatlan volt, egyén szólva is. Hát magyarán hajlamos volt egy kicsit élesebben fogalmazni a diktatúráról, meg a kor uraságairól. Na így történt, hogy kiadta az utasítást, hogy hát, hát ezt a két portréfilmet engedjék meg neki, hát hadd csináljon már, hogyha ilyen kedve van. És hát forgatókönyv nincs, mondtam, hát nem tudom, hogy milyen lesz a forgatókönyv, mert elindulunk egy kamerával, és majd ahogy alakul az életben. Hát ez, ennek a filmnek ez a története, hogy mire lenne képes két-három normális ember, meg egy normális politikai vezetés, már mint hogy Pozsga Imre, aki azt mondja, hogy hát figyeljetek már tényleg, hát legyen már ilyen film is. És azért az Imre ismert minket, azért tudta, hogy nem hülyeségeket fogunk filmezni. Na, a filmfőigazgatóság úgy döntött, hogy hát ez egy ilyen rendkívüli film, meg kell nézni, hogy a televízióban vannak-e 16 mm-es lejárt fekete-fehér anyagok, azt kell odaadni, mert úgyse lesz ebből semmi. Hát nincs is forgatókönyv, meg hát a nyavaja tudja, hogy valahol a világ végén Kisvárdán majd mit csinál ott egy tudós, meg hát mit keresne ott egy tudós, stb. Pláne egy sportoló, hát az meg az fogalma sincs a világról. Na, hát körülbelül ilyen körülmények között kezdtük el. Lejárt fekete-fehér 16 mm-es orvóanyagra a forgatást. És ezt a filmet, amit most látnak a küldetést, ezt hivatalosan is engedélyezték, a Béres filmet pedig illegálisan forgattuk. Arra is az volt írva a csapóra, hogy küldetés. És úgy csináltunk, mintha a Balczó filmet forgatnánk
csak éppen Béres Józsi bácsi is arra felé jár, és tehát ő vele is beszélgettük, stb. Úgyhogy ez inkább olyan fedő neve volt ezeknek a filmeknek. Na hát, így történt, és megbeszéltük Bandival, hogy az év 5-6 napján, ennyi volt összesen a forgatás, egy-egy esemény alkalmával összejövünk, arra fölkészülünk, és leforgattunk 10-15 perces anyagot, jószerűvel egyszer vettük föl, és hát így a film különféle részletekből áll, és körülbelül egy évig készült. Na hát, amikor aztán elkészült, akkor nagyon furcsa sorsa lett, mert bemutatták, és 6 hétig engedték a mozikban vetíteni, tehát másfél hónapig, és egy csoda történt. A csoda lényege pedig az volt, hogy több mint 1 millió ember nézte meg a mozikban 6 hét alatt. Na most ez hát ma is elképzelhető, vagy ma se elképzelhető, de hát akkoriban is teljesen elképzelhetetlen volt. Volt olyan megye, ahol 120%-os volt a látogatottság, ami azt jelentette, hogy a sorok között és a lépcsőkön is ültek az emberek. És talán akik emlékeznek rá, kialakult egy szokás országszerte minden moziban, ahol vetítették, hogy bizonyos helyeken az emberek közbe tapsoltak. Akkoriban Balczó Bandival sok ilyen vetítést ültünk végig, és már vártuk, hogy na akkor itt talált rá a film arra az érzékenységre, amit az emberek többsége igaznak vélt. Mert nagy hiányzik volt az igazság, de az igazság iránt pedig nagy éhség is volt az emberi lelkekben. Úgyhogy ebben a filmben a szó olyan a művészi értelmében nincs semmi. Csak annyi van, hogy két őrült megpróbálta végig gondolni, hol él, és elhatározta, hogy ezt normális emberi szavakkal megpróbálja elmondani. Hát körülbelül ilyen ez a film. Én sem láttam már hosszú évek óta. Majd aztán a sorsáról beszélünk. Most annyit mondhatok, hogy másfél hónap után betiltották, és furcsa helyzet alakult ki, mert nem lehetett már a továbbiakban mozikban vetíteni, hanem én klubokban zárt körülön valahogy megoldották, egy kis hordozható vetítőkkel vetítették. És de mint ahogy mi itt vagyunk néhányan, akkor leültünk az emberekkel és beszélgettünk az országról, a világ sorsáról, úgyhogy az lett az életünk hosszú hónapokon át, a Bandi és az enyém is, hogy normális emberi hangon beszélgettünk különféle közösségekkel. Ezt nem tiltották be. Na hát, körülbelül így, és aztán majd talán a vetítés után még pár szót szólok erről is, a nemzetközi fogadtatásáról, de egyszer csak fölhívott engem a vetítés után Andrzej Wajda barátom, és azt mondta, hogy a lengyel filmesek ezt a filmet választották az év legjobb filmjének. És
hogy menjünk át Barcóba, Andival, vegyük át ezt a díjat. Na hát, én mondtam neki, hogy biztos valamilyen tévedés van. Azt mondta, nincs tévedés. Titkos szavazással, mit tudom én, 90-valahány százalékos szavazással ezt választották a lengyel filmes kollégák. Ez nem valami hivatalos nagy elismerés. De mégis úgy gondolták, hogy talán ezen a hangon lehetne utat nyitni normális emberi mondatoknak. Hát előjáróban ennyit tudnék mondani. Bejártuk vele a világot, nem is tudom, hogy hány országban, de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy született egy film, ahol azt mondtuk, amit gondoltunk. Azt hinnék valaki, hogy hát persze, de nem egészen így van. Ez nem éppen persze, mert ezt meg is kellett csinálnunk, meg el is kellett viselnünk. A mai napig is egyébként ennek a következményeit. Soha se fogják megbocsátani nekünk, mert úgy értékelték, hogy ez a rendszer legpontosabb és legmélyebb kritikája. Hát mostan, hát fogják látni, utána is én ideülök, mert én sem láttam régen, kíváncsi vagyok, hogy hogy hangzanak ezek a mondatok. De hát ez egy ilyen műfaj. Úgyhogy a technikai körülményekért elnézést kérek, mert valóban fillérekből készült. De mint ahogy lehet, börtönfalra is, vagy egy nyírfakérekre is képet rajzolni. Lehet lejárt, rossz, kelet-német, fekete-fehér 16 mm-re is lehet elmondani emberi mondatokat. Hogyha vannak hozzá emberek, akik erre hajlandók, és hogyha vannak emberek, akik erre kíváncsiak. De ennyi ennek a rövid bevezetője. Majd a vetítés után beszélhetünk még másról is. Bocsánat. Köszönöm szépen, és akkor nézzük a filmet. Kósa Ferenc a film előtt azt mondta, hogy ő is egy kicsit izgul, nem tudja, hogy hogyan hat most a film, mert hogy sok esztendeje, ha jól emlékszem, nem látta. Tehát sokan vagyunk így, talán olyan is van, aki a bemutató óta nem találkozott a filmmel, és a legfiatalabbak közül pedig el tudom képzelni, hogy moziba egyáltalán nem nézték, televíziós sugárzást talán elérték. Az lenne tehát az én kérdésem, hogy hogy látják, hogyan hatott most önökre ez a film? Egy fantasztikus élmény volt ma is, mert amit a Bancoban itt elmondott, azok az igazságok, azok ma is igazságok. És azok az emberi érzések, amelyeket ő itt sugárzott, arra legalább annyira szükség van ma, mint volt akkor. Akkor nagyon nagy szükség volt rá, de ma is, mert a világ, nem csak Magyarországon, elsivárosodik, az értékek, azok elvesznek az emberi közösségbe, és mindenki csak a pénzhajhásza és a mindennapi sikereket, ezek a mély értelmek, ezek a mély emberi gondolatok és hazafias gondolatok, ezek ma is szükségesek, úgyhogy minél többször szeretném látni a televízióban is, és nagyon örülök, hogy eljöttem, akkor megláttam rögtön, mondom, még egyszer megnézem, néhány éve nem láttam már, csak azt mondom, hogy megint szinte az újdonság erejével hatott, az a sok szép gondolat, azok a találó hasonlatok, azok nagyon jók. Úgyhogy Kósa Ferencnek is köszönjük, hogy ezt a filmet annak idején megcsinálta, és hogy ma is bemutattátok. Köszönöm szépen. Minél többször nézzük, annál nagyobb a hatása, és így emberek vagyunk,
és az örök emberi érték, és a Teremtő Isten az, aki ezt a filmet ilyen magaslatra emeli. Önnek, amikor már esetleg nem lesz itt a földiek között, két nagy műalkotása van, az egyik ez a film, a másik a Véres József, az Utolsó szó jogán című filmje, amit láttam, hogy műsorom van, tehát azt is fogják majd vetíteni, és beszélgetnek róla. Én inkább azt kérdezném Öntől, hogy mit tud ma Balcz Andrásról, tud-e róla, mert mi nagyon sokat, mi követjük őt a jelenlegi életében, ő most már egy 11 vagy 2 gyermekes édesapa, minden szava, 12, köszönöm szépen, áll ma is, nagyon sokszor tart előadásokat, és isteni kegyelem megtartja, hogy így félredobták az öttusa éléről, mert bejárta a világot, és a Teremtő Istenről beszél, miközben önmagáról beszél, a Teremtő Isten a témája. És ahogy elmondta, a 40 napos Jézus elvonulása is a Bibliával, József Attilával, Spinozával és a naplójával történt. Szóval ő egy rendkívüli egyéniség, és olyan történeteket mesél az életétől, amilyenek a filmnek a folytatása. Érdemes lenne ma is csinálni önnek vele egy ilyen olcsó filmet, és ha szabad mondani, ő is beszél az igazságról, a jóságról és a szépségről, és talán szerénytelenség, hogy ajánlom, de Eper és Károly lenne méltó, mint egy akkori Latinovics Zoltán, arra, hogy beszéljen az életéről, és ugyanezt produkálná, mint Balczó András és a titkuk, a mélységes ember és Isten titkuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattunk. Most, hogy végignéztem a filmet, nehéz szívvel néztem végig, nem találtam benne egyetlen olyan mondatot se, amit ne tudnék fölvállalni. Mert általában filmesek azt szokták mondani, hogy ja igen, de hát akkor olyan cenzúra volt, meg hát nem lehetett, meg hát kicsit így, kicsit úgy, stb. Ez nem ilyen film. Még azzal is egyet tudok érteni, hogy bizonyos belső fénye, minden szürkesége ellenére is, az majd nőttön nőni fog a múló időben. Azért, mert ebben olyan emberi megnyilatkozások vannak, amelyek az időben nem elhalványodnak, hanem kifényesednek. Azért nem néztem meg most már, nem tudom én, 10 éve, mert legutóbb azt láttam, hogy a Duna Televízióban, egy sportműsorban, egy hát sportrendező, milyen műsorvezető, vagy nem tudom kicsoda, ebből a filmből kivágott ilyen snitteket, egy-egy mondatot, egy szalad, meg ül, meg mond valamit, meg stb. És azt miközben ő beszélt, a háttérben vetítették. Tehát ebből a filmből csinált egy körülbelül 5 perces vagy 10 perces háttérműsort. Hát körülbelül ez tudott megfordulni a Duna TV sportszerkesztőségének az agyában, hogy hát az egészet, hát azt persze, hát az nem érdekes, de adhat majd a körök, azt kivágják, hogy például Bandi úszik, meg hát kicsit összeállítják sport szempontból. És akkor nehézé vált a szívem, és azt mondtam, hogy hát én ezt nem fogom ezt a filmet megnézni, hát hogyha ezt csinálják vele, akkor ezt nem, ezt nehéz elviselni. Na? De most hallottam megint, ugye amikor Vanditól megkérdeztem, hogy és hát te miért nem vállaltad, azt mondta, hogy meg se kérdeztek. Hallották, hallottátok, kétszer hogy kérdeztem. Meg se kérdeztem. Néhány héttel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémiának volt egy közgyűlése, és ott a Magyar Művészeti Akadémia elnökségére tettek javaslatot. És a Sára Sanyi barátom oda elhívott engem, én is ott voltam, és
kérdeztem, hogy Sárasanyi, hát te miért nem vállalod el, hogy az elnökségi tag legyél a Magyar Művészeti Akadémiában. Azt mondta Sanyi, hogy hát meg se kérdeztek. Mondom, hogy nem kérdeztek meg? Hát úgy, ahogy mondom, meg se kérdeztek. Én ezt ott el is mondtam a tagozat képviselőjének, hogy az én Küldetés című filmem így ér véget. Na most egy olyan művészeti akadémián, ma Magyarországon, most, tehát nem régen, meg ánti időkben, meg diktatúra, meg nem tudom micsoda, odáig se lehet eljutni, hogy mondjuk egy Sárasanyitól megkérdezzék, hogy te Sárasanyi, hát te mégiscsak valamit csináltál a magyar filmben. Hát nem gondolnád, hogy esetleg helyed lenne a Művészeti Akadémia elnökségében? Az egy titkosan választott testület, nem hatalmat jelent, de bizonyos megtiszteltetést. Hát ugye én arra nem is gondolhatok, hogy esetleg én, mert engem máig is ellenzékinek számítanak. Tehát azért azt ne feledjék el, hogy ezután a film után egy Acél György nevű teljhatalmú úr összehívott egy nagy értekezletet az Iparművészeti Főiskolán, ilyen országos aktíva ülést, vagy nem tudom, hogy nevezték, ahová az összes sajtóorgánum és szellemi műhely, sajtóügyekkel foglalkozó embereit hívták össze, és akkor én is ott voltam, mint a Magyar Filmművész Szövetség egyik választott vezetője, és ezért csak azt hallottam, hogy három T-betű létezik, a támogatjuk, tűrjük, tiltjuk, de ez kevés. És elkezdett kiabálni, hogy ez azért kevés, mert van egy Kósa Ferenc nevű filmrendező, amelyik odáig vetemedett, hogy egy olyan emberről készített portréfilmet, amelyik belebolondult a Bibliába. Egy szót szólt név nélkül a másik filmről is, hogy na hát már a kuruzslásról ne is beszéljünk. És azt mondja, hogy kellene egy negyedik tény. Ez pedig elvtársak azt mondta, ez a tűrhetetlen. Tehát van, támogatjuk, tűrjük, tiltjuk, de kell egy negyedik tény, az, hogy tűrhetetlen. Na, és ott megnevezett engem, én kerültem oda be elsőnek. Most én nem nagyon tudom, hogy ebből a tűrhetetlen kategóriából én valaha is kikerültem volna. Nem bántanak, nem öltek meg valamiért, még valamilyen véletlen folytán, de hát én mégis csak egy tűrhetetlen kategória maradtam, ma is. Tehát ne szépítsük a dolgot. Nem fordulhat elő, hogy én Magyarországon filmet készíthessek. Itt azt mondják, hogy hát igen, de hát miért nem? Hát hogy? Tehát Magyarországon ma egyetlen ember dönt arról, hogy kikészíthet filmet. Ez egy Andy Vajna nevű üzletember. Nyilván azt se tudja, hogy én ki vagyok, mert fogalma sincs, hogy egy ilyen film az mit jelent a magyarok számára. De én magamról sem bírom elképzelni, hogy oda menjek hozzá, és azt mondjam, hogy jó napot kívánok, én ez és ez vagyok, és szeretnék ilyen jellegű filmet csinálni. Mert ebben nincs biznisz. Ez itt egy másféle világ lett. Úgyhogy ez csak annyit, hogy nem olyan egyszerű ám filmet csinálni, és hogyha most már más technikák vannak, és le lehetne ülni emberekkel. De hát ez messzire vezetne, hogy vajon kikkel. Mert akkor mi még Balczó Bandival életre halálra elszántuk magunkat.
Nagyon sokat gondolkoztunk mi ezen a filmen. Igaz, hogy csak 5-6 napig forgott, de több mint egy évig gondolkoztunk együtt a világról, az életről, megbeszéltünk mindent, megismertük egymást, és az jön elő ebből a filmből. De nem akarok én panaszkodni, én megértettem, hogy ez lett az én sorsom, az én helyzetem. Ami pedig Bandit illeti. Az Öttusa ügyében őt meg se kérdezték. És mint látták a filmben, Marci fia akkor született, és valóban azóta 12 gyerek született Bandiéknál, és Bandi hosszú-hosszú évekig, évtizedekig járta ezzel a filmmel az országot, és gyakorlatilag abból élt, hogy ilyen kis közösségekben levetítette, és ebből tartotta el a családját. És Bandinak, aki ezelőtt a film előtt nem tudta, hogy neki küldetése van, hanem ő itt döbbent rá, hogy mi is az ő küldetése. Nem az Öttusa az ő küldetése, már bocsánatot kérek, abban csak a legjobb volt a világon. De itt van egy emberi kísérlet. Tehát a hazáért érzett felelősségtől, az önmagunkhoz való hűségig, itt nagyon sok minden elhangzik és megjelenik ebben a filmben. Na most, valaki említette, hogy magnetofonra is föl lett véve. Mikor mentünk el Varsóba, Balcó Bandival, és Miskolc felé, és aztán Zakopane felé mentünk, és a zakopanei piacon vettünk valami virslit. És tél volt. És nem ismertek minket, és elmondták ott az a virsli árus, hogy tud adni filmet, egy magyar filmet, a Missziát, tudja adni magnetofon kazettát. Ménkű ára volt, a fekete piaci ára. Tehát nem egy virsliér, hanem hát nem tudom. De nem tudták, hogy ezt mi csináltuk. És ez nagyon kedves dolog volt, hogy a fekete piacon árulták a lengyelek. Mert még a lengyeleknek is valahogyan a lelkéhez közel került. Sőt, hát amikor Berlinben voltunk, kitűzték a vetítést, és este, nem tudom én, 8 órakor, de kívül rekedt sok száz ember a mozi, nagy mozi volt pedig. Na akkor megismételték, azt mondták, nem baj, várjanak, akkor vártak a nagy hóesésbe. És utána elment az egyik közönség, és akkor őket beengedték. És kiderült, hogy akkor se fogytak el. És még éjfélkor is kezdtek egy vetítést. Az NDK-ban. Tehát ott nem lehet mondani, hogy a Balcó Bandi volt a nemzeti hős. Valamit megéreztek belőle. Sőt, ezt még elmondom, mert talán nem lényegtelen. Bukarestben vetítették ott a legnagyobb moziban Bukarestben, és a vetítés után fölállt egy fiatal költő, már nem emlékszem pontosan a nevére, de egy híres ellenzéki, akkori ellenzéki ember volt, és azt mondta, hogy őt egész életében arra nevelték, hogy gyűlölje a magyarokat. Mert hogy a magyarok el akarják venni a románoktól Erdélyt. És azt mondja, hogy végignézte ezt a filmet, és most döbbent rá, hogy őt becsapták.
És ő szégyeli, hogy ő ezt elhitte. És elővett a zsebéből egy szöget. Egy ilyen nagy ágyszöget. 20 centi nagy szög volt. És így fölemelte, és azt mondta, hogy hát kedves Feri, Ferenc, én átadom neked ezt a szöget. Majd gondolkoztam, hogy mit is adhatnék neked. Azt mondja, ezzel a szöggel lehet gerendákat összeszögelni, lehet templomot építeni, lehet házat építeni. De azt mondja, ha jól megnézed, akkor van benne egy golyóstól is, és lehet vele könyvet is írni. És ezt odahozta hozzám a színpadon. Nagyon furcsa eset volt Bukarest közepén. Nem volt szokás magyarok és románok között így beszélni. Ezt igazán csak azért mondom, hogy az a hatalom, amely itt uralkodott fölöttünk, nem véletlenül nevezte ezt tűrhetetlennek, ezt a filmet. Ők megérezték, hogy itt nem babra megy a játék. Tehát itt nem úgy, hogy az eszpresszóval azt mondja a Józsi a Bözsinek, hogy rádumáltál, menjünk akárhova. Itt másról van szó. De a magyar filmnek egy lehetséges útjáról van szó, sőt a magyar létnek. Egy olyan útjáról, amelyik nem irányul senki ellen, de önmagunk mentését szolgálhatná. Most már erről nyugodtan beszélhetünk, mert ennek a reménye már elveszett. Számomra egészen biztos. Ezt nem látom. A magyar filmet nyilván ilyen és ehhez hasonló filmek miatt terelték el a maga útjáról. És nem, félreértés ne essék, nem ezt a filmet akarom fölértékelni. Ez csak egyike azoknak, mint a Szegény legények, vagy a Szerelem, vagy az Emberek a havason, vagy a Valahol Európában. Itt volt egy magyar filmművészet, amelyikben ez néhány csöndes mondat. De együtt voltunk. Ez egy szellemiség, ugyanaz a lélek. Noha más-másféle emberek más-más stílusban csinálták. De a magyar film igenis volt néhány olyan év, amikor fölzárkózott a magyar költészethez, a magyar zenéhez, a magyar képzőművészethez, és a maga egyszerű módján emberi hangon szólt bárkihez. Na hát, én nem tudom, hogy ilyet lehet-e mostanában csinálni. Nem látok semmit, a távoli törekvés se látok arra, hogy ilyen film lehessen. Szóval, ez nem véletlen, hogy ezt nem szokták vetítgetni, mert nem véletlen, nem akarom itt már magamat ismételni, de jó lenne, ha lenne egy olyan magyar filmművészet, most már fiataloknak kéne csinálni, amelyik a magyar filmnek ezt a hagyományát próbálná folytatni. Tehát itt nem drogdillerek háborúznak a drogdillerekkel. Hát nem erről van szó az életben, meg a világban. Hát itt a mi életünkről, a létezésünkről van szó, hogyha jól érzékel. És hát azt szerettem volna ilyen jellegű filmeket csinálni még az életemben, de nincs. Hát most már nincs egy filmstúdió, nincs hova pályázni. Nekem nincs annyi pénzem, hogy saját filmet csináljak. Hát ez tehát nem így működik. És ez az elmúlt években elő nem fordult, hogy valaki azt kérdezte volna, hogy hát te Kósa Feri, hát nem gondolnád, hogy kéne neked csinálni valamilyen filmet. Hát egyszer előfordult tavaly,
egy producer megkeresett, hogy csinálnék-e filmet Huszárik Zoliról. Mivel jó barátok voltunk, mondtam, hát figyeljetek ide, hát én szívesen, mondjátok meg, hogy milyen filmre gondoltok. Hát azt mondták, hogy ez egy ilyen úgynevezett sketch film, tehát ilyen kis filmekből álló összeállítás, különféle magyar filmrendezőkről. Hát mondtam, rendben van, hát akkor hány percet csinálhatok? Hát 20 percet. Jó, én megírtam. Fönnmaradtam két éjszaka, megírtam Zoliról a filmet. Odaadtam neki, azt mondta, nagyon tetszik, csak hosszú. 20 perc az nem fér bele. 10. Húzzam ki a felét. Most, hogyha nekem azt mondanák, hogy ebből a filmből vágjam ki a felét, akkor én nem vágnám ki. Akkor én fölállnék, azt mondanám, köszönöm a meghívást, a fölkérést, de én nem vágom ki. De ez nem lehet az embernek. Hát sok egyéb gondja, baja mellett még van önérzete is. Tehát ezt nem lehet. Úgyhogy nem látom most arra, nem látom azt a lehetőséget, hogy ilyen jellegű filmek készüljenek. Pedig most nem tiltaná a cenzúra. Tehát itt valami őrület történik. Az én véleményem szerint, és ezt bocsánatot kérek, nem akarom általánosítani, mert ha látnám, hogy valamilyen egyéb érték, vagy stílus, vagy világszemlélet, vagy egy sokkal mélyebb emberábrázolás bontakozna itt ki, és hát azért már a mi nemzedékünkre itt nincsen továbbra szükség, és a gondolkodásunkra sem, de én ezt nem látom. Hát, és miért nem? Vajon ki tiltja meg, vagy hogy van ez az egész? Semmit nem tudunk ebből megérteni. Hogy ez miért van így? Na, hát, bocsánat, de amikor Balczó Bandi sorsáról beszélünk, akkor ő is egy sors, egy emberi sors. Azóta se. Jöttek, mentek a kormányok, rendszerváltás volt, de még nem kérdezték meg tőle a mai napig sem, hogy te Balczó Bandi, hát mi úgy emlékszünk, hogy te az Öttusában valamit csináltál. Nem kellene neked ott az Öttusa környékén valahogyan, valamikor. De ez nem jutott eszébe egyetlen kormánynak se. Se az úgynevezett rendszerváltás előtt, se utána. Nem jutott eszünkbe. És valószínűleg ez nem véletlen, mert pont az a rendszerváltás nem történt meg, ami ebben a filmben is fölsejlett. Az természetes, hogy a magyar költészetben, irodalomban, stb. Ezeket ismerjük, de pont ez nem történt meg. Ehelyett valami másféle alakzatok jöttek létre. Tehát most, hogy elképzelem magam egy ilyen helyzetben, nem, szóval annyit már nem ér meg, hogy olyanok előtt hajtsak fejet, akik azt nem érdemlik meg. Tehát az annyit nem ér meg, hogy filmet csináljon az ember. Itt jártunk ebben az épületben, e fölött főiskolára, és a Máriási Félix tanár úr mondta, hogy fiúk, egyet tanuljatok, majd nem kell mindenáron filmet csinálni. Csak olyan filmet kell csinálni, ami azonos veletek. Na, hát körülbelül ilyen dolog az, ami kikívánkozik belőlem. Az, hogy a Bandi sorsa miként alakult, hát hála Istennek, gyönyörű 12 gyermeke van, rátalálta maga útjára, ő sokkal inkább, mint én, egyéb iránt. És hála Istennek, én ennek örülök. És hogyha egy kicsit tudtam neki segíteni, hogy megláttam benne ezt az arcot is, meg írtak róla könyvet, meg stb., de
szó se esett arról, hogy ő benne mi minden van még emberként, mint ahogy mindenkiben. Mindannyiunkban bárkiről lehetne ilyen filmet csinálni, szinte bárkiről. Hogyha elmélyed az ember, és megérti annak a személynek a sorsát, a fájdalmát, a reményeit, tehát minden ember egy különleges nagy titok, ahogy Adi mondja, ugye, hogy éjszakfog idegenség, lidérces messzi fény, biztos, hogy lehetne másokról is. Hát talán majd eljön az idő, amikor egyszer csak majd ez is lesz. Tehát ugye mi nem taníthattunk a főiskolán, hát hogy csak belegondolok, se Sára Sanyi, se Huszárik Zoli, se Gál Pista, se én, meg egyáltalán, tehát ez a vonulat, nem juthatott ilyen értelemben fórumhoz. Hát most pedig már hát lassan bele kell törődnünk abba, hogy már meg se kérdeznek minket. Hát így van. Tessék, parancsoljon. Én analógiát láttam abban is, hogy tulajdonképpen másokért futni. Az ön munkássága számomra másokért filmet csinálni. Tehát, hogy itt is, és ahogy beszélt András az alázatról, ugyanez kell a filmes hivatáshoz is szerintem. Tehát ugyanez az alázat, itt is analógiát láttam. És egyébként valóban azt tudom alátámasztani, amit ön is mondott, mert én is fiatal filmes vagyok. És baromi nehéz ma itthon úgy filmet csinálni, hogy ezeket a mélyen szántó gondolatokat vagy érzéseket nem show-szerűen vagy nem biznisz szempontból megközelíteni. Úgyhogy egyelőre én is csak alátámasztani tudom, amit. Jó, hát köszönöm szépen, és minden jót, sok szerencsét kívánok ehhez az egyébként csodálatos pályához. És, tehát becsületére legyen mondva a magyar társadalomnak, a magyar közönségnek. Azért képzeljék el, hogy tényleg másfél hónap alatt több mint 1 millió ember ezt végignézte. Ez reményt adott nekünk, hogy egy olyan országban élünk, ahol érdemes igazat mondani. Tehát ez nagyon nagy dolog. Nem magánügy, itt nem önkifejezés, meg ilyesmiről van szó, de itt sokkal mélyebb dolgokról. Ami pedig egy ilyen portréfilmet illeti, mint a festészetben. Ha egy valamire való festő lefest egy portrét, abban ő maga is benne van. Néha, mondjuk egy Van Gogh esetében, még jobban benne van, mint akiről fest. És ez nem csalás vagy ámítás, hanem ilyen természetű a művészet. Bandit szépen beszélt az alázatról a sportban, de a művészetnek még annál is mélyebb alázatot kell produkálnia. Tehát az, hogy ki kiért fut, az, hogy Bandi azt mondja, hogy ha volt valaha valamilyen tehetségem az öttusához, az nem más, mint hogy nem tudtam eldönteni, hogy én futok értük, vagy ők futnak értem, hogy én győzök-e általuk, vagy ők győznek-e általam. Na most meg lehet, hogy ezt a mondatot én írtam. De Bandi ezt megértette. És megérdemelte, mert ő nem író ember, nem az a foglalkozása. Ő másképpen volt a világ legjobbja. De abban, hogy ezt valahogy, hogy mondjam, kölcsönösen, a kölcsönös bizalommal megkerestük ezt az igazságot. Mondjuk képzeljük el, hogy egy héten át töprengtünk ezen a 3 egyszerű mondaton. Közösen. És elvetettünk 1000 más mondatot.
hogy talán mégse azt kellene, mert az egy kicsit hivalkodóbb, de hogyha ebbe az irányba, és így tovább, és így tovább. Mert ez is hozzátartozik a szakmához. És én nem akarom, hogy mondjam, senki mással nem lehetett volna ezeket a mondatokat elmondatni. De kerültünk egymással olyan közelségbe, nem világnézetileg. De például nekem legalább olyan erős hitem van, mint Bandinak, meg hitem is volt, de nem ugyanazokban a dolgokban, mint Bandi. Ez más. Tehát én mondtam is neki, hogy rendben van, Bandi. Én is szívesen olvasom a Bibliát, de például hozzám a zen buddhizmus, az közelebb áll, több más most vallásról, vagy stb., hogyha beszélünk, mint gondolkodás. De ez nem jelentett közöttünk nézeteltérést. Mert az emberi hitünk az közös volt. És például az a mondat, hogy emberek közt emberebbnek lenni, ez egy abszolút közös nevező volt köztünk. Azt is mondhatnánk, hogy arszpoetikánk volt, mindkettőnknek. Nem azért futott, hogy kapjon egy plesnyit, hanem hogy emberebbé váljon. Én se azért csináltam filmet, hogy kapjak a mit tudom én, micsodát. Hanem, hogy azáltal emberebbé váljon. És még az is benne volt, hogy esetleg másokat emberebbé próbáljak segíteni, vagy próbáljunk együtt segíteni. És ez a film megismételhetetlen. Tehát nem úgy van, hogy most leülnénk Bandival, hogy na Bandi, akkor most mondjuk meg ezeknek, hogy hogy is van ez a dolog. Ez nem így van, nem, ez egyszer van az életben. Tehát ez akkor és ott úgy hozta a sors, hogy ezt megcsinálhattuk. Most talán másoknak, más valakikkel kellene rátalálni arra az érzékeny, tehát, hogy mondjam, arra a létértelmezésre, amelyik most behatolhatna a mi mostani valóságunkba. Mert ez más világ lett, és másképpen kellene rátalálni arra, hogy kimondani valamit. Erre egy, szerintem, most már nem is a mozi alkalmas, mert a moziba már nem illik ilyesmikről beszélni. Még hát itt még vagyunk néhányan, meg stb., de már az országban hát nincsenek is mozik jószerivel. De ha lenne például egy szellemi műhely, mondjuk egy televízió, ahol azok a filmesek, gondolkodó emberek, mindenféle tudósok szerepelnének, akiknek van valamilyen komoly gondolatuk a létezésről. És nem össze-vissza hazudoznak. Mert ne szépítsük a dolgot. Tehát én bekapcsolom a televíziót, akármelyik nap, a mostani napokban is láttam. Bekapcsolom, és látom, hogy hazudik az illető a történelemről. De fogalma sincs arról, hogy miről beszél, de még ha fogalma van, az is hazugság. És már a végén ő is tudja, hogy hazudik, de mégis mondja. Hát erről szól. Hát tudnék vetíteni, hát tudnék idézni is ezekből a műsorokból. Hogy csak így ámulok és bámulok, és nézem, hogy miért kell ezt csinálni. Miért ne lehetne helyette egy olyan televízió, amit, hogyha bekapcsolunk, bárki, ön, vagy akármelyik honfitársunk, és ott nem hazudoznak neki, hanem megpróbálnak ezzel a hangon beszélni, ahogy mi most egymással beszélgetünk. Miért ne lehetne? De hát nincs, még csak nyomokban sincs. Még csak törekvés sincs erre. Hát holott azt reméltük, hát sokan azt reméltük, hogyha itt egyszer demokrácia lesz, hát képzeljétek el, hogyha
nem csak kivételes pillanatokkor készíthetnénk igaz filmeket, hanem reggeltől estig ezek gondolkodnánk, és egy ország így épülhetne föl. És valamiért úgy hozták a körülmények, hogy ez nem így történik. És még visszatérve, amit te mondasz, kolléganőm, mondjuk így. Nem azért, mert hogy nő lennék, hanem azért, mert hogy te filmes vagy. Tehát visszatérve ez az egyén és a közösség iránti kapcsolatrendszerhez és felelősséghez. Hát bizony nekem az a véleményem, hogy egy olyan országot kéne csinálni, elősegíteni egy pártok fölötti gondolkodást. A jelenlegi pártok semmiféle alternatívát én nekem nem juttanak. Tehát én nem tudom azt mondani, de bezzeg ezek, meg azok, meg amazok, meg nem tudom micsoda. Nem. Én ezt nem érzékelem. Én azt amit a magyar kultúrából, meg az egyetemes emberi kultúrából én megtanultam, annak nem látom itt a nyomait. Egyes emberekben látom persze, meg a műveikben, meg a stb. De hogy az ország erre felé menne, vagy erre épülne, ezt én nem látom, nem érzékelem. És a Duna Televízióban volt erre törekvés. Tehát olyan jó volt látni, hogy értékes, normális filmeket vetítenek. Vannak műsorok, amelyek után nem kell szégyenkezni. És akkor ott valami remény bontakozott ki. Hát aztán fejbeverték, megszüntették, szélnek eresztették. Pedig arrafelé lehetett volna menni. Senkit nem bántottak. Csak megpróbáltak valamilyen értéket, valamilyen minőséget keresgélni. Tessék, parancsolj! Személyes élményem van, mert találkoztam a Balcz Andrással pont akkor, amikor ő az akadályokat rakosgatta az öttusa versenyeken, én egy sportszázados kis katona voltam, minket kivezényeltek oda, és pont jött a Balcó Bandi lovagolva, és mondta, hogy fiúk ide, oda, és lepattant a lóról, ő is csinálta, és én akkor azt hittem, hogy ez így van rendjén. Azt már tudtuk, hogy ő abba hagyta a versenyzést, de mi azt gondoltuk, hogy ő valami komoly pozícióban van az öttusán belül, de len van a földön is, tehát, hogy és ugye azért döbbentem, mert én nem tudtam, hogy neki ez lett a... Tehát, hogy őt így tulajdonképpen félretették. De most visszatérve ez, hogy mennyire nem történik semmi ezen a dokumentumfilm vonalon, vagy bármilyen más filmvonalon, ez egy ilyen globális Csipke Rózsika álom van, és mondjuk én nem vagyok hivatott az okát megfejteni, csak azt akarom mondani, hogy ez nem csak Magyarországon. Itt biztos, hogy a sajátos okai megvannak bizonyos dolgoknak, de hát volt egy nagyon jó underground valamikor, most nem tudom, hogy ez mennyire él, de elszigetelt kis csoportocskák kint a nagyvilágban is próbálnak valamiféle kulturális, tiszta érzésű művészetet felmutatni, de nem mindig talál célba, és az a probléma, hogy ez a fajta digitális életforma, amiben most élünk, ez mindenki valahol keresgéli a saját maga dolgát, ami érdekli őt, de ez nem vezet egy ilyen esztétikai újjáébredéshez. Mélyebb válság van, mint az, hogy az egyik stílus az lejátszott, és helyette jött egy másik, és majd az fölváltja egy harmadik, vagy egy ötödik. Nem ez a kérdés. Tehát az, hogy egy ilyen kis ország meg tud-e maradni egyáltalán egy érdemi és közös erkölcsi megbújulás nélkül.
Szóval vagy nem tud megmaradni. Szerintem nem tud megmaradni hosszú távon. És hogyha ebből indulunk ki, akkor ehhez igen sok út vezethet. Nem csupán egyetlen lehetséges út. De feltétlenül egy... Tehát én, bocsánat, hogy politikára fordítsam a szót. Tehát én itt egy erkölcs nélküli demokráciát látom, amelyik a visszájára fordulhat. Szóval akik ismerik a történelmet, azok tudják, hogy az európai kultúra hajnalán még maga Periklész is, aki pedig egy mintaszerű demokrata volt, ő maga is antidemokratává vált a szicíliai hadjárat elindításakor. Ő maga is, tehát egy ember is, egy közösség is ki tud fordulni a saját tengelyéből bizonyos erkölcsi okok miatt. Most, hogyha ha nem térünk észhez, és nem teremtünk olyan fórumokat, a fiatalok főképp, akik még ezt megtehetik, ahol emberi szóval tudunk gondolkozni a saját sorsunkról, meg a gyermekeink, meg az unokáink sorsáról, akkor ebből nem lesz életképes ország. És ez a magyar kultúra és a magyar művészet nélkül nem elképzelhető. Ezt nem lehet semmiféle digitális technikával helyettesíteni. Itt nem csupán erről van szó. És Mandi nagyon jól mondja, hogy tehát meg kell egy szigetet kellene képezni, ahol megmutatnánk, hogy lehet értelme az emberi életnek. Ez vészel. Tehát amikor elsorvasztják, tüntetik a lehetséges közösségi, minőségi, gondolkodó csatornákat. De nem egy rossz ember, vagy kettő, vagy egy rossz kormány, vagy a másik hülye kormány. Nem erről van szó. Valamiért itt vakvágányra futott a történelmünk. Ezt világosan kell látni. Nem azért, hogy bántsuk egymást, hogy számon kérjük egymástól, hanem jó lenne erről eszmélkedni. Mint ahogy vakvágányom volt akkor is, amikor készítettük a küldetést. Akkor már világossá vált, hogy a rendszer, amit a történelemből örököltünk, embertelen, igazságtalan. Világossá vált, és nem tud önmagából kitermelni mást. Hát csak ha belegondolunk, hogy Balczó Andrást nem vették föl tornatanárnak. Nem láttak benne egy alkalmas tornatanárt. Akkor egy ilyen rendszer volt. Szerintem ma se látnának benne. Szóval ebből nem bírunk kikászálódni. Mert az könnyű mondani, hogy az a hatalom olyan volt, ezért stb. Olyan volt. Igen. Nem véletlenül kerültem én ott a tűrhetetlen kategóriába. Csak ezzel a hangnemmel, ahogy most én mondom, én itt is oda tartozok. Most ezt nem mondják ki így, de teljesen nyilvánvaló. Én nem csak én, hanem sokan vagyunk. És nem értjük, hogy miért. Hát a légynek se ártunk. Én szoktam mondani, meg az egyik filmemben benne is volt, hogy megfogom a legyet, mert megfogom, de kiengedeztem az ablakon. Mert még azt a legyet se akarom bántani. A filmmel kapcsolatban sok szép történet van azok számára, akik már éltek és jártak moziba a 76-ban, nem újdonság, hogy a Puskin mozi nézőterére vakok is bejuttak annak idején. Tehát ez egy ilyen mozi jelenség volt, és a Lengyelországban még ti Zakopánéba találkoztatok a piacon ilyen kazettákkal, ha kicsit éjszakra mentettek volna, Mazúriában vagy a tenger melléken hasonló kazettákat árusítottak, ugyanis
A korabeli magyar intézet nem az ő bűne volt, és ezt a pappali leírta, akkora volt az igény a küldetésre, hogy nem tudták kielégíteni filmmel. A lengyelek ezért találták ki azt, hogy hangkazettára másolják, mert azt lehetett akkor forgalmazni, meg adni piacokon. Egy a lényeg, hogy Lengyelország, ami akkor már egy erkölcsi válságban volt, és 76-ban már megarakult a kor, és ez egy 40 milliós ország, a saját igazságukat találták meg a küldetésben, és ezért a Vektor 77 díj is többek között. Hát csak még annyit említenék, hogy Bandival akkoriban, mikor a filmet elkezdték vetíteni, minden nap valahol találkoztunk a közönséggel. Hát akkor nagy mozikban vetítették, és mindenki ott maradt, és jó szerével volt, mikor reggelig beszélgettünk, hajnalig. És folytattuk ezt a hangnemet, mint ahogy most. Tehát azt a hangnemet folytattuk a közönséggel. És kiderült, hogy a film alkalmas lehet erre is. De ugyanez volt a helyzet mondjuk Amerika nagyvárosaiban. Például Los Angelesben nem fértek be, ott egy nagy mozit béreltek, és az utolsó pillanatban egy nagy templomot béreltek ki. És az oltárra, a templom oltárára tették föl a vásznat, és úgy vetítették. És úgy nézték ott végig, több mint 1000 ember. Tehát, vagy mit tudom én, Oszakában például tananyag a filmfőiskolán. Mondatról mondatra tanítják. Pedig nincs benne semmi, mert igazán lehet látni, hogy egy kamera, meg nem mindenről lemondtunk. Én tudok képeket is fogalmazni. Majd egyszer talán eljutunk oda is, hogy meg tudom azt mutatni. De itt mindenről lemondtunk azért, hogy egy ember, egy lélek belső dolgait rögzítsük. Igazságosan, tisztességesen, amely nem csak őróla szól, hanem egy közösségről. És nem csak magyarokról, hanem minden emberről, akiben van ilyesféle emberi érzékenység. Hát ennyit tudtam én itt hirtelenjében mondani. Bocsánat a dadogásért. Megértettük.